Campus Fesztivál. Miközben az országban más zenei fesztiválok látogatottsága csökkent, a Campus idén is rekordot döntött. Szigetkék. Háromnapos születésnapi bulit tartottak a játszótéren, ami egyre népszerűbb a kisgyermekes családok körében. Mézédes. Az időjárási körülmények miatt hamarabb érkezett, de kiváló a magyar dinnye minősége idén. Köszöntöm Önöket! Ez a DTV híradó július 28-án vasárnap. Már is jövünk a hétvége híreivel. Újabb rekorddal zárult a vasárnap hajnalban véget érő 16. Campus Fesztivál. Magyarország egyik legnagyobb nyári kulturális eseményére mintegy 121 ezeren látogattak ki. A legtöbben pénteken Dimitri Vegas, illetve Majka fellépésén szórakoztak. Szombaton a szupersztár Rita Ora az utolsó pillanatban betegség miatt lemondta a fellépést. Idén 21 programhelyszínnel közel 300 zenei produkció várta az érdeklődőket. Megtáncoltatta a közönséget péntek délután a Lúciácik zenekar. A nagy színpadhoz már az első koncertre is sokan érkeztek. Nagyon jó volt a Lúciácik, nagyon jó volt megtapasztalni egy ilyen koncertélményt vele. Jól megmozgatott minket. A Kossuth díjas népzenét, valamint könnyű és világzenéket átdolgozó Csík zenekar most vendégekkel kiegészülve adott koncertet a fesztiválozóknak. Kis Tibor és Lovasi András is csatlakozott a zenekarhoz néhány dal erejéig. Utóbbi a szintén Kossuth díjas művész a Kis Csillag formációval is megmozgatta a közönséget. Közben arra is maradt egy kis ideje, hogy körbejárja a Campus Fesztivál területét. Szerintem 4 vagy 5 éve nem játszottam a Campus Fesztiválon, úgyhogy ilyen szempontból nagyon érdekes, hogy megváltozott, meg fejlődött, meg egy csomó mindent. Én is, mint fesztivál szervező ilyenkor ilyen, nem is mint feltétlenül zenész, vagy mint közönség járok körbe, hanem nézem, hogy mi az, amit érdemes ellopni, vagy milyen ötleteket lehet esetleg adoptálni. A fesztivál zárónapján sem volt hiány zenei csemegékből. A 35 éves tangcsapda szombaton harmadjára is színpadra lépett. Igazi formabontó produkcióval lepték meg közönségüket. A rockzenészek akusztikus hangszerelésben adtak koncertet. Sokszor a funkció szabta meg, hogy ki milyen hangszeren játszik, tehát még csak az se egyértelmű, hogy most a felállást, amit mindenki ismer, hogy majd úgy játszunk, hogy Tomi dobol, Laci basszusgitár, ének én gitár, hanem össze-vissza van, hogy én basszusgitározok, van, hogy Tomi basszusgitározik. A negyedik nap sztár fellépője Rita Ora betegség miatt az utolsó pillanatban lemondta a koncertet. Információink szerint vesekő probléma miatt, így a nagy színpad záró fellépőjeként Rúzsa Magdolnára hárult, hogy felettesse a fesztiválozókkal a rossz hírt. Miklós Völgyi Péter, a debreceni Campus Nonprofit ügyvezetője kora délután az adatok összesítése előtt bizakodóan nyilatkozott a látogatottságról. Egy olyan helyzetben, egy olyan évben, amikor minden fesztivál gyakorlatilag ilyen 10-20, adott esetben 30%-ot csökkent, az első összesítések alapján még az is lehet, hogy egy kicsikét meg tudtuk haladni a tavalyi 118 ezeret. Délután aztán kiderült, hogy a Campus Fesztivál idén is látogatottsági rekordot döntött. Mintegy 121 ezeren látogattak ki a 4 nap alatt, legtöbben pénteken. Az idei élményeket még ki sem pihenték a résztvevők, már is elindult a visszaszámlálás a következő campusig, amit 2025. július 16-a és 20-a között tartanak majd. 3 napig ünnepelt színes programkínálattal a szülinapos Szigetkék. A gyermekkönyv napokkal egybekötött eseménysorozaton többek között arcfestés, zeneszó, bábszínház és torta is várta a kicsiket. Debrecen legnagyobb játszóterére az első fél évben közel 200 ezeren látogattak el. Részfúvós kvintet köszöntötte a Szigetkéket második születésnapja alkalmából szombaton. A 3 napos ünneplés koronája a 100 szeletes torta volt, amit nagy örömmel fogadtak a parkba látogatók. Nagyon jól érezzük magunkat, egyébként is mindig el szoktunk járni játszani, és hát arcfestésen voltunk, eltöltjük szépen a délutánt. A látogatók között akadt olyan, aki maga is ünneplés előtt állt.
Jól éreztem magam, hétfőn lesz a születésnapom, és már nagyon várom. A park kabalája, Kandurka is együtt ünnepelt a résztvevőkkel, akik szívesen ültek le a nagymacska mellé, vagy csaptak a tenyerébe. A születésnapi forgatag színes program kínálatának köszönhetően a park játékai mellett kézműveskedéssel is elfoglalhatták magukat a látogatók. Na mi az? Ha befagyott a leves fújatok? Mondom, szárguztok, pajtikák! A tortázás után Vitéz László szórakoztatta a kicsiket, akik aktívan részt vettek a báb előadásban. Badic Dávidra gyerekként is nagy hatással volt a történet. Célja, hogy az őt néző gyerekek is maradandó élménnyel gazdagodjanak az előadással. Mindig nagyon szeretünk olyan eseményeken részt venni, ahol a Báb Színház alapmentalitását tudjuk egy kicsit tovább örökíteni, hogy nyáron is a nagy melegben, amikor ugyebár fantasztikusan működik ez a játszótér, de mégiscsak egy születésnap alkalmával, egy kicsit kihozni a Báb Színházat, és pláne egy ilyen interaktív előadással a Vitéz Lászlóval. A Szigetkék első születésnapján a szervezők közel 280 ezer látogatóról számoltak be, ezúttal az első fél év számai már elérték a 200 ezret, vagyis a park népszerűsége jelentősen nőtt. Évközben is azt gondolom, hogy ebben a csodálatos környezetben igazán kicsi nagy jól érezheti magát, most meg különösképpen, mert a játékokon kívül rengeteg programajánlattal várunk ide látogató vendégeket. A Szigetkék Park játék kínálata Szabó Magda egyik művének tematikáját követi. Debrecen legnagyobb játszóterének születésnapja idén gyerekkönyvnapokkal párosult. Megújul a járda a régi városháza melletti szakaszon, a Kossuth utcai részen megkezdődtek a felújítási munkák. Az első ütemben a Piac utca, Városháza utca szakaszon dolgoznak a munkások. A munkák csütörtökön kezdődtek. Az új burkolat kialakításának idejére a gyalogos forgalmat a másik oldalra terelik. Az itteni üzletek megközelítését azonban folyamatosan biztosítja a kivitelező a vásárlók részére. Az első ütem várhatóan augusztus 19-ére készül el. A későbbiekben a munka a Sas utca irányába folytatódik. Elégedettek a vásárlók az idei magyar dinnyével. A hőség következtében több gyümölcs mellett a görög dinnye is hamarabb érett meg, csaknem két héttel. Ráadásul a kedvező időjárási körülmények miatt a szakemberek szerint kiváló minőségű magyar dinnyék kerülhetnek a fogyasztók asztalára. Tűzpiros színű és mézédes ízű az idei magyar dinnye. Ennél a zöldségesnél nagyon sokan vásárolnak belőle. Van, aki megkóstolja, mielőtt hazavinné, mások úgy gondolják, az idei termés nem lehet rossz. Én még idáig nem vettem rossz dinnyét, úgyhogy rendszeresen itt vásárolok, és nagyon finom dinnye, mézédes. Bagosiné Bence Erzsébet, az üzlet egyik alkalmazottja arról számolt be, hogy egy héten 200-300 kg dinnyét adnak el. Olyannyira gyorsan fogy, hogy ez alatt kétszer mennek áruért Békés vármegyébe. Tapasztalataink alapján nagyon finom édes az idei dinnye. Vásárlók nagyon szeretik. Nem mi vagyunk a legolcsóbbak Debrecenben, de minőséghez képest mérjük az árakat, és így is visszajárnak hozzánk, ez a tapasztalat. A meleg időjárásnak köszönhetően hamarabb értek idén, így a görög dinnye 10-14 nappal előbb került a piacra az elmúlt két évhez képest. A szakember szerint a termés kiváló minősége szintén az időjárás következménye. Az időjárás teljes mértékben rászolgált arra, hogy minőségbeli problémák ne jelentkezzenek a magyar görögdinnyén. Ez így is alakult, és azt látom és tapasztalom, hogy megfelelő és inkább azt mondom, kitűnő minőségben kerültek a magyar görögdinnyék a fogyasztók asztalára. A nyári melegben nem csak a görög dinnye népszerű. Szívesen viszik a sárga dinnyét is a vásárlók, illetve most már kukoricából is többet adnak el ebben az időszakban. Megkezdődtek a felújítások a panel programban résztvevő épületeknél. Az önkormányzat tavaly hirdette meg a programot 500 millió forintos keretösszeggel. 2023-ban 6 lakóközösség nyert támogatást, például külső hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére és liftfelújításra. Eddig idén is 6 nyertes pályázó van. A külső szigetelést végzik a Kartács utca egyik társasházán. A lakóközösség sikeresen pályázott az önkormányzat által meghirdetett panelprogramra.
A beruházás 229 millió forintba kerül, melyből 48,9 millió forintot az önkormányzat finanszíroz. A homlokzat és a tető szigetelése mellett a közös helyiségek nyílászáróját is kicserélik. Azért döntöttünk így, mert a energiárak annyira elszabadultak, meg látszik a épületnek a külső rész. Azért a 40 év megviselt az épületet, időszerű volt már a felújítás. És a lakók zöme azért szerette volna már korábban ezt a felújítást, meg az energia megtakarítás miatt. Szentesi Mihályné is támogatta a felújítást. A 89 éves asszony több mint 22 éve lakik a társasházban. Nagyon örülök neki. Hát egy kis kopogás, ez az a kis kellemetlenség, azt elviseli az ember, de szóval én hangsúlyozom, hogy én azonnal beleegyeztem, azonnal igent mondtam. Aznap visszaküldtem a közös képviselőmnek a nyilatkozatot, hogy igenis én vállalom, én benne vagyok. A panelprogramot tavaly hirdette meg az önkormányzat 500 millió forintos keretösszeggel. Az elmúlt évben 6 sikeres pályázat volt, idén pedig az eddig beérkezett 12 pályázatból már 6-ot pozitív elbírálásban részesítettek. Azt gondolom, hogy helyes volt a város döntése, hiszen az élet visszaigazolta. Valóban elindultak újra Debrecenben a panelfelújítási programnak köszönhetően, és mondhatom azt, hogy Debrecen ebben a tekintetben egyedülálló az országban, mert saját erőből, saját forrásból a helyi lakóközösségek támogatására egyelőre egyedül Debrecennek van programja. A támogatás mértéke az elszámolható bekerülési költség 25%-a, de legfeljebb lakásonként 750 ezer forint lehet. Tavaly nyílászárók cseréjére, homlokzatok és födémek szigetelésére, valamint liftek energiamegtakarítást eredményező cseréjére lehetett pályázni. Idén már a liftek felújítására is pályázhatnak a lakóközösségek, emellett az épületek új színezést is kapnak. Hasznosul az energetikai korszerűsítés a körzet szintjén, hiszen az itt elhaladó lakók ugye egy megújult, egy szép épülettel fognak tudni találkozni. Közel 40 éve épült ugye a Nagy Erdőn ezen a részén a társasházak. Ideje volt már, hogy külsőleg is megújuljanak, és erre a külső megújításra köszönhetően a panel programnak most lehetőség nyílik. Több pályázónak is ma adták át az elismerő okleveleket. A lakóközösségek például lift felújítása és külső hőszigetelése nyertek támogatást. Eddig összesen több mint 160 millió forint értékben támogatta a város a felújításokat. A panelprogramra október 31-ig lehet pályázni. Kihirdették az egyetemi ponthatárokat. Megkezdődött a hiba elhárítás a Veselényi utcán, és óvodai egységgel bővül a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. A hét fontosabb hírei következnek néhány mondatban. A Campus Fesztivál nyitónapján Debrecenben rendezték meg a központi pontot, partit, ahol kihirdették a szeptemberben induló szakok ponthatárait. A felvételizők körében változatlanul a Debreceni Egyetem a legnépszerűbb a vidéki felsőoktatási intézmények közül, és az eddigieknél nagyobb arányban nyertek felvételt az első helyen ide jelentkezők. Megkezdődött a hiba elhárítás a Veselényi utca közepén lévő megsüllyedt, majd beszakadt úton. A balesetveszély megakadályozása érdekében a Homokkerti felüljáró és az Irinyi utca csatlakozása között jelenleg 4 helyet, csak 2 sávon haladhat a forgalom. A helyreállítással a tervek szerint jövő hét végére végeznek a szakemberek. Óvodai egységgel bővült a Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Két csoportban összesen 18 értelmi fogyatékos és autizmussal élő gyermeket fogadnak szeptembertől. A Debreceni Tankerületi Központ minden egységében végeznek átalakítási, felújítási munkálatokat és tisztasági festést is. Új tulajdonosa van a Manns Hungary Kft.-nek, egy főként a gyógyszeripart kiszolgáló gépgyártó vállalata Harrow Höfliger vásárolta meg a Manns debreceni leányvállalatát. Jelentős fejlesztések várhatóak, és a dolgozók száma is nőni fog. A leányvállalat régi új ügyvezetője azt mondta, stabilitást, fejlődést és biztonságot jelent a tulajdonosváltás. Bajnok lett a Deac a Divízió 2-es amerikai futballbajnokságban. A gladiátorok az Eger Heroes csapatát verték, méghozzá magabiztosan 38-7 arányban.
Minden mérkőzését megnyerte a Deac Gladiators a szezonban, így esélyesként várhatta a másodosztályú amerikai futballbajnokság szombat esti döntőjét. A Gyulai István Atlétikai Stadionban megrendezett fináléban hamar igazolta az erőviszonyokat a fekete mezes hazai csapat. Az első háromnegyedben pontot sem engedett ellenfelének a Deac, miközben már 38-nál járt. Így a végére az is belefért, hogy egy kicsit kiengedtek a debreceniek. Az utolsó negyedet az Eger nyerte 7-0-ra, de a végeredmény 38-7 lett a gladiátorok javára. Bár a másodosztályú bajnokságot megnyerte a Deac Gladiators, az egyelőre nem biztos, hogy a csapat vállalja az élvonalbeli indulást. Gondolkodunk rajta, nagyon sok feltételnek kell még teljesülnie, hogy tudjunk indulni. Egy kicsit most háttérbe kell húzódnunk, át kell gondolnunk, ugyanúgy a játékos állomány frissítése nagyon fontos. Ilyenkor ugye vannak távozók, vannak ugye érkezők, úgyhogy meg kell néznünk, hogy mind játékos, mind edzői fronton kik azok, akikre számíthatunk a következőben. Híreink után a várható időjárásról. Hétfőn száraz, túlnyomóan derült idő várható, helyenként kevés fátyol és gomoly felhővel. A szél időnként megélénkül, de csapadékra nem kell számítani. Hajnalban 19, napközben pedig 28 fok körül alakul a hőmérséklet. És ez volt a vasárnapi DTV híradó. Riportjainkat megtalálják a dehír.hu hírportálon és a közösségi média felületeinken is. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk Önöket. Viszontlátásra!